Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing our bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A Mezőtúri Lokálpatrióta Egyesület ebben az évben is adventi díszbe öltöztette a vasútállomást. Mióta tart ez az akció? Évek óta tart ez az akciónk, ez az adventi díszítés, és ezzel azért ehhez az akcióhoz még fölvettük a húsvéti díszítést is, hiszen húsvétkor is megpróbálunk igazi színekkel kedveskedni az ideérkezőknek, az átutazóknak és a hazaérkezőknek. Kiknek a segítségével történt meg a mai napon ez a díszítés? Mint mindig és minden évben a Tisztelet Vasutas Klub tagjai érkeztek meg a díszítésre, mondhatjuk, hogy évek óta rutinosan végezzük ezt a díszítési munkát, illetve Pályi Misinek szeretnék mindenképpen köszönetet mondani, hiszen ő képviseli a design részét a dolgoknak, és így együtt készítjük el a díszítést, természetesen a vasút dolgozóival összhangban. Milyen díszek kerültek ki a vasútállomás főépületére? Megpróbáltunk olyan díszítő elemeket hozni, amik persze az adventi várakozás időszakához megfelelőek. Ebben az évben háromféle masnival, aranyszínnel díszítettük az állomás épületét. Azért az is fontos mindenképpen, hogy egy műemlékszintű állomás épületet díszítünk, és ezzel is harmonizálni kell a díszítésnek. Miért tartjátok fontosnak, hogy mind adventkor, mind pedig húsvétkor kidíszítsétek az állomást? Nagyon egyszerű lenne a válasz, mert szép. Tehát nincs is mit tovább tulajdonképpen hozzátennünk, de hogyha meg is akarjuk indokolni ezt a dolgot, akkor mindenki, aki elment egy akár egy magyarországi kis faluba, vagy akár egy európai nagyvárosba, mindenhol az épületek, a középületek díszbe borulnak. És Mezőtúron a vasút elhelyezkedése, a 120-as főközlekedési vonal miatt mind külföldről, mind belföldről jelentős mennyiségű utas érkezik, megáll meg az állomásunkon. És úgy gondolom, hogy ezzel nem csak a város lakóit köszönhetjük, hanem azokat az embereket is, akik tulajdonképpen csak annyit látnak Mezőtúrból, hogy itt ez az állomás. De ezzel a díszítéssel együtt, és az itt lévő szerintem kifejezetten szép műemlékállomással lehet elképzelésük, hogy ez a város milyen szép lehet, mi az, amit adhatna nekik, ha esetleg máskor, más útvonalon megérkeznek hozzánk. Ugye az köztudott, hogy az Egyesület jó néhány évvel ezelőtt már örökbefogadta a vasútállomást jelképesen. Mit takar ez az örökbefogadás? Alapvetően arról szólt, hogy megpróbáljunk egy középületért többet tenni közösségi munkában, és nem csak az Egyesületnek a tagjai, hanem más szervezetek is, így pont a mai akció kapcsán a Tisztelet Vasutas Klub leveleket gyűjtünk, időszakonként akár takarítunk, az elmúlt években padokat csiszoltunk, festettük, kerámiákat helyeztünk el. Szerintem a kerámia fővárosa vagyunk, és szerintem még ennél is több kerámiára lenne szükség, hogy a nyári időszakban az utasok ilyen szempontból is lássák a városunkat, hiszen kiváló manufaktúrák vannak Mezőtúron, és ez a jövő évi nagy tervünk, hogy még több, még nívósabb kerámiával várjuk az ideérkezőket. Chiming, jingle bell time, snowing and blowing our bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell.